Ma tartotta alakuló ülését a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma regionális önkormányzati munkacsoportja a parlamentben, ahol a résztvevők fő célként az autonómia törekvések sikerrevitelét jelölték meg a határon túli magyarság számára. Az alakuló ülésen az LMP-n kívül az összes hazai párt képviseltette magát, és egyöntetűen támogatták az elcsatolt területek autonómia törekvéseinek felgyorsítását. Kőszegi Zoltán, a munkacsoport fideszes elnöke, pártok feletti összefogást hirdetett. A Magyar Országgyűlés minden pártok számára, a magyar kormány számára és természetesen a mi munkacsoportunk számára is, tehát a legfőbb nemzeti célként ezt kell kitűznünk, hogy az autonómia ügyét sikerre vigyük. A 2004. december 5-i kettős állampolgárságról szóló népszavazást megelőző, a külhoni magyarság ellen elkövetett gyalázatos MSZP-s kampánytevékenység tükrében az ülésen a kommunista utódpárt képviseletében résztvevő Harangozó Gábor szájából kissé hiteltelenül hangzottak a magyarság egybetartozásáról szóló magasztos szavak. A magyarság megmaradása, a határon túli magyarság, a szülőföldön való boldogulásának a leghatékonyabb eszköze, az autonómia törekvések elősegítése, az autonómiát megteremtése. A KDNP-s Kalmár Ferenc szerint Nyugat-Európában működő autonómia modellek vannak, amelyeket át lehetne Közép-Európába is ültetni. Mint határon túlról számító országgyűlési képviselő, azt tudom mondani, hogy támogatjuk a határon túli magyarok autonómia törekvéseit. Támogatjuk ezt mindenféle szinten, ahol csak lehetőség nyílik arra, hogy ezt szóvá tegyük, ezt megtesszük. A magyar diplomáciának szerintem az is egy feladata, hogy ébressze rá Európát, hogy igen, van Európában egy magyar kérdés is, amelyet meg kell oldani, és foglalkozni kell vele, hiszen az, hogy 8 országban élünk Európában, ez nem egy normális állapot. Bár a kormánypárti képviselők fontosnak tekintik az autonómia kérdését, a Magyar Uniós Elnökség időtartama alatt egyszer se került szóba ez a téma, azonban az európai cigány stratégia annál inkább. Gaudi Nagy Tamás jobbikos képviselő és Kalmár Ferenc az ülésen bemutatták az Európa Tanács néhány hete elfogadott határozatát, mely nagy előrelépést jelent a magyar önrendelkezési küzdelmek sorában. Egyértelmű, előírt, követendő normaként jelenik meg az 1334/2003-as Európa Tanácsi Határozat, amely nem kevesebbet ír elő, mint sem az, hogy az autonóm régiók, regionális autonómiák létrehozása Európában az az eszköz, amely megoldja a konfliktusokat, amely biztosítja a nemzeti közösségek túlélését. A politikus szerint a magyar nemzet egy szétdarabolt nemzet, melyet mesterséges határok darabolnak szét, újraegyesítésének eszköze pedig az önrendelkezési jog. A képviselő nem csak hangzatos szavakkal élt a mai fórumon, hanem konkrét javaslatokat is tett. Javaslatot tettem arra, hogy legyen egy Székelyföld régió kiállítás Strasbourgban a Európa Tanács következő közgyűlésén, amely bemutatná, mint egy önálló európai régió Székelyföldet, úgy, mint ahogy például Katalóniát. Katalónia is gyakorlatilag egy önálló régióként jelenik meg, 7 milliós önálló nemzetként, önálló országnak is nevezik magukat. Konkrétan említettem a Kárpát-medencei jogvédő jogsegész szolgálatot. Ez állami feladatként létre kellene hozni ezt a jogvédő hálózatot, hogy ne csak a Nemzeti Jogvédő Szolgálat végezze civil szervezetként, hanem ahogy a magyarokat jogsértésére, akár Erdélyben, akár Délvidéken, akár Felvidéken, Kárpátalján, akkor a magyar állam szakszerű, felkészült jogászi háttér a lépjen oda mögé. Végül pedig nem utolsó, egy székelyföldi munkacsoport létrehozását kezdeményeztem, amely magyar országgyűlési képviselőkből állna, európai parlamenti képviselőkből és olyan szaktekintélyekből, a civil diplomáciai képviselőkből, például Nagy Lászlót említhetném, akik gyakorlatilag ebben a munkában a székelyföld autonómiának kihívására közvetlenül működik. Mert az áragondolatom a magyar diplomáciának most teljes súlyával, teljes erejével oda kell állni a teljesen legitim és teljesen kidolgozott székely autonómia törekvések mellé, a Székely Nemzeti Tanács statutumának megvalósítása mellé. Ez egy kidolgozott, életképes, Európa-konform javaslat, mert ez az autonómia törekvés a zászlós hajója az összes magyar önrendelkezési törekvésnek Európában. Ebben mi teljes partnerséget kínálunk. A fórum határon túli szervezetek részvételével zajlott, akik egyöntetűen üdvözölték a magyar hozzáállást az autonómia kérdéséhez. László Bálint, a vajdasági Magyar Remény Mozgalom elnöke úgy véli, a területi autonómiát sem kell feladni. Emellett kritikával illette a magyar kormányt a szerb kárpótlási törvény kapcsán hozott intézkedései miatt. És hallottuk az utóbbi időben Szerbiának különböző kihívásai, problémái voltak a kisebbségi jogok érvényesítésére terén,
és ezért úgy gondolom, hogy magyar kormánynak egységesen kell fellépnie a jövőben, nem pedig tűzoltó-szerű akciókkal közbeavatkozni, mint ahogy azt most tette, vagy próbálja tenni a vagyon visszaszármaztatásra szóló törvény kapcsán. Köszönöm szépen! Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke konkrét elvárást is megfogalmazott Magyarország felé. A székelyföldi autonómia megteremtésének az előföltétele az, hogy Magyarország betöltse ugyanazt a szerepet, amit Ausztria a déltéli autonómia megteremtésében. A szabályzat szerint évente egyszer ülésezne a munkacsoport, ennél azonban gyakoribb találkozókat terveznek, hiszen a tagok a lehető legjobban felszeretnék gyorsítani az autonómiához vezető folyamatot.